Üdvözlök mindenkit, Necrogrim vagyok, srácok, jön egy kis Warframe, és hát egy páron kértitek már tőlem, és mondtam, hogy hát majd meglátjuk, hogyha véget érnek a plegykák, stb., de hogy beszéljek erről a Tencent Warframe uh, dologról, és most, uh, hogy mondjam, hozzájutottam belső zsívókhoz vagyis hát kutatás eredményeképpen hozzájut az ember belsős infókhoz, és beszélgetni fogunk akkor most erről a Tencent Warframe üzlet dologról, és beszélgetni fogunk, hogyan érinthet minket ez gamerek, és ezen a ponton hogyan érinthet, hetről van szó, tehát egyáltalán nem biztos, semmi nem biztos. Továbbá ki fogok térni arra, hogy világpolitikai szinten, <laughs> jó hangzik mi, világpolitikai szinten mi a jó Isten folyik most, hogy mindenki így Kína ellen ki van így borulva, és senki nem szereti Kínát egy jelen pillanatban, leszámítva, hogy onnan indult ki ugye maga a vírus, és névileg késő szóltak a világnak, hogy éppenséggel járvány tört ki. Ettől függetlenül mi az, ami ö, félelemmel tölti el a magánszemélyeknek az életét Kínával kapcsolatban, és milyen problémákat jelenthet ez magánszemélyekre, esetleg ránk gémerekre nézve. Egy komplex téma lesz, és a Warframe részével fogunk indítani. Szóval jelen pillanatban a Warframe tulajdonosa, a Léju, tehát egy ilyen cégnek a tulajdonosa a Warframe. A Léju jelen pillanatban 93%-ot ölel fel a Digital Extreme-ből, 3% pedig a Digital Extreme-é. Jó formán, gyakorlatilag nem sok döntési hozatala van a Digital Extreme-nek a Leo-ban. Szóval um, attól függ természetesen, hogy ez a 3% ami Digital extreme van, és a szerződési feltételekben mi van. Gyakorlatilag ez azért nagyban meghatározhatja, meg, meghatározta a Warframe jövőjét, amióta a léju felvásárolta a Digital Extreme-et. Na most, ha igaz az info, a Tencent felvásárolná a Leo-t és a Digital extreme t És azzal, hogyha ez megtörténik, és nagy valószínűséggel meg fog történni, az azt jelenti, hogy a Tencent ugye ráteszi magát a 97%-ára a Warframe-nek, a Digital Extreme-nek, továbbá a Digital Extreme, extreme 3%-ával a 100%-ot fogja a Warframe, tehát a Digital Extreme-nek, és minden jogainak a tulajdonosa lesz a Tencent. Úgy néz ki belsős infok szerint, hogyha a Tencent felvásárolja a Leiu Digital Extreme-et, és százszázalékos tulajdonosa lesz ennek a játéknak, és minden címnek, és a Digital extreme mint cégnek, úgy néz ki, hogy privát céget fog csinálni a Digital extreme ami az azt jelenti, hogy nem lesznek részvények, és nem lesznek részvény tulajdonosok, tehát magyarul komplett irányítás alá veszi a Digital x és a Warframe-et a Tencent. De ez természetesen belső info, de csak plegyka. Oké? Okay? Tehát egyelőre így néz ki a dolog. Mit jelent ez a Digital x számára? Az, hogy mindenki, akit te úgy ismersz, hogy a Warframe megalakítója, és jelen pillanatban uh, a, úgy, úgy, úgy értelmezik őket, hogy ugye az atyák, a Warframe atyák, Steve, Megan, mind, mindegyik, aki, aki megalapította, ugye, uh, Scott, ezeket a, ezt a játékot, azok potenciálisan csak alkalmazottai lesznek a Tencentnek, tehát akik megalkották a Digital X-Frame-et akik küzdöttek azért, hogy ez a játék felépüljön azzá, ami ma, ma, ma felépült, uh, egy tolvonással ki lehetnek rúgva a cégtől. Mert hogy gyakorlatilag csak alkalmazottak lesznek a saját cégüknél, a saját játékuknál. Szóval ez a legnagyobb veszélye talán, ami fennállhat a Digital Extreme-re nézve. Tehát bármi, ami ö, ők előhoznak és kihoznak magukból, ö, hogy is mondja, művészi tartalmat, az mind a tenszednek a tulajdonában lesz. Hogy néz ez ránk játékosokra, hogy fog ez kinézni. Na most a, tudjuk, hogy a Tencent elég agresszívan nyomja a mikrotranzakciókat, és a warframe egy alapelve, hogy nem nyomja agresszívan a mikrotranzakciókat. Természetesen ott vannak, de semmit nem nyom az arcunkba. Amit én valószínűleg várok, hogy a Tencent lépni fog, hogy sokkal agresszívabb mikrotranzakciós lépések lesznek, esetleg néhol megdrágultabb mikrotranzakciók lesznek. Uh, tehát mondjuk fel, hogy egy forma már nem 30 vagy 20 plat lesz, nem tudom, mennyibe kerül, hanem mondjuk legyen 100 című történet, esetleg megnövekedett grind, ami akár most is, hogy őszintelek, eléggé megnövekedett, de el tudom képzelni, hogy még megnövekedett lett, ami hihetetlenül rosszat tehet ennek a játéknak, hogy őszintelek. Pozitív elképzelésben esetleg talán kapunk egy entg ki tudja, de semmi jót nem tudok elképzelni e, a Warframe számára, ha a Tencent kezébe veszi az uralmat ebből a szempontból, de hogy őszinte leszek, rosszat sem. Nagyon függ, hogy mennyire szabadkezet engednek a Digital extreme a Warframe fölött, mert hogyha teljes szabadkezet engednek, főleg a kreativitás szintjén, teljes szabadkezet engednek, akkor a játék teljes mértékben kiváló lehet remélhetőleg az üzleti döntéseket és a kreativitást is a Digital Extreme megőrizheti eh, annak ellenére, hogy százszázalékosan a Tencent kezében lesz. Valahogy röviden, ennyit tudunk. Egyelőre a Tencent és a Warframe üzletről meglátjuk, hogy ezen videóban elmondottak a eh, belső eh, végül is eh, mire jutnak majd, hogyha ez az üzlet nyélbe adódik. Na de, hogy egy kicsit kitérünk arra, hogy mi a jó Isten folyik most Kína körül, és miért vannak olyan hírek, hogy minden ország bannolja a kínai dolgokat. És ennek, hát sajnos a legnagyobb hír keltője, hogy így mondjam, az Amerikából jön, és maga Donald Trump. És hogy megértsétek, hogy mennyire nagy befolyással bír eh, Amerikának a szava arra, hogy más országok is azt tegyék, amiket ők mondjak, eh, ők mondanak, az ahhoz egy kicsit át kell utaznunk egy olyan fogalomba, hogy the five eye, az öt szem. Amerika, Anglia, Ausztrália, ha ezeket így összekötjük a térképen, össze, mindegyik országon mindenkivel, elméletileg kijön egy ilyen szemforma, de öten vannak ebbe az egész koalícióba, azért de Five az öt szem, és ezek mind angol területű, angolul beszélő országok. Ők egy szerződést kötöttek uh, tulajdonképpen valamikor régen, ahol um, Hát, nagyjából azon a szerződésben, hogy saját egymás politikájá útjába nem állnak, és egymást segítik uh, tulajdonképpen, és egymás ügyeit könnyítik, és egymást támogatják. Tehát lényegében ez van a szerződésben. Na most az Donald Trump jelen pillanatban igen, igen lázad a kína, és uh, hogy is mondjam, kormányzása ellen, a kínai termékek ellen, és azzal Uh, félemlíti jelen pillanatban a népet és a világot, hogy a kínaiak mindenkin kémkednek. Nem tudom, lehet, de ennyit, annyit elmondok nektek, hogy a Google és a Facebook is pontosan ugyanúgy kémkedik mindenki, ha nem még rosszabbul is, uh, hogy őszinte legyek. Na most... Uh, Miért probléma az, hogy a kínaiak kémkednek rajta? Na most annak, aki figyeli a híreket ebből a szempontból, a kínaiak hatalmasan fejlődtek az elmúlt években gazdaságilag. Annyira hatalmasat fejlődtek, ugye, hogy természetesen az Egyesült Államok fölé kezdenek kerekedni, hogyha már nem kerekedtek föléjük. Gina olyan fejlődési és gazdasági lépéseket tesz, ami az Amerikai Egyesült Államoknak a világdominanciáját, igen-igen fenyegeti. Továbbá hatalmas lépéseket tesz az ügyben, hogy a kínai jen átvegye a dollártól a világpénzt. A világpénz az, az a pénz nem tulajdonképpen, ami az egy adott ország, ugye adott országban fizetnek, ilyen esetben ugye Amerikában, Amerikában a dollár számít világpénznek, az azt jelenti, hogy Amerika a akármennyi pénzt nyomtathat ki, rájuk az infláció nem fog vonatkozni, mert hogy a dollár értékes, és dollár mindenkinek kell. Így aztán a újabb pénznyomtatásnál az infláció nem érződik meg Amerikában. Na most a kínaiak kurva sok lépést tettek az irányba, hogy a jen le kezdje el lenyomni a dollárt, és hatalmas sikerrel járnak. Tehát értelemszerűen egy gazdasági háború alakult ki a két ország között, ahol Amerika, ugye, igen-igen kezdi betiltani a kínai termékeket, és a, ugyebár Kína is tiltja be az amerikai termékeket, és egyre kevesebbet szállít Amerikában. Na most ugye Donald Trump kitalálta, hogy az különböző internet szolgáltatók, digitális tartalom szolgáltatók cégeket is bannolni akarja Amerikából. Na most ez azzal jár, hogy a Five Eye-ban az öt szemben lévő országok kényszerülve vannak rá kicsit, hogy bannolják ők is ezeket a dolgokat. Na most, hogy ez érthetőbb legyen a dolog, én Angliában lakok, ugye, és itt Angliában az angolok ezt nem nagyon akarták meglépni, viszont rákényszerültek Amerika miatt. Na most, itt Angliában a legnagyobb internetszolgáltató cégek, egyike a Huawei. Huawei ugye egy kínai eh, cég, és Angliában jelen pillanatban 10 évet, 15 évet adtak az internetszolgáltató cégeknek, hogy a Huawei által szolgáltatott eh, hardware, illetve szoftvereket megszüntessék. Na most elárulom nektek, hogy a Huawei a világ legnagyobb internet szolgáltatója gyakorlatilag hardware és szoftverikusan is, és Angliában gyakorlatilag őnekik van a legnagyobb kitelepített hardvereik mindenféle cégeknél. A másik a, másik a Vodafone, Um, ami ilyen nagy, és még van, még van, egy kettő, de ezek közül, is, ezek közül a Huawei uh, az egyik legnagyobb. Ha nem, a legnagyobb. De, a legnagyobb, a világon a legnagyobb gyakorlatilag. Tehát kurva sok pénzük van, az a lényeg, és hatalmas befolyással bírnak a nyugati országokra, és ezen felül a minden digitális tartalomra gyakorlatilag, ami ezt te hozzáérsz. Tehát az egyik oldalról, nekem egy Huawei telefonom van, és egy Andr ugye Android szoftverrel fut, az egyik oldalról a Google kémkedik rajtam, a másik oldalról a kínaiak. Na és ez itt a nagy gebasz ebből a szempontból. Ki és mire használja fel az adatainkat. Erről szól az egész. Nekünk, mint gémerekként, ugye, a nagy félelem az, hogy a Tencent kínai cég, Kínában kommunizmus van, és semmit nem lehet tenni a pártnak a tudta nélkül, és ugye Tencent regisztrálva vannak az adataid a játékban, és mindened az életed regisztrálva van a játékban. Akarod-e, hogy tudják, hogy ki vagy, nem, akkor ne játssz a játékkal. De sajnálom túl késő, mert a telefonod egy olyan hálózatot használ, ami nagy valószínűséggel a háttérben egy kínai cég futtat. Rohadtul mindegy, így is úgy is tudnak rólad mindet, hogyha akarnak. Szóval Hölgyeim és uraim, a Warframe és tencent a kapcsolatán nem érdemes pánikolni, hogy rossz hírként fogadod-e azt, hogy felvásárolja egy kínai cég a Digital Extreme-et, rajtad áll, szerintem kurvára mindegy, ennyi erővel az EA is felvásárolhatná, meg az Activision is, az is lehet, hogy még rosszabbul is járnánk, mint hogyha a Tencent vásárolná fel. Hogy Kína kémkedik-e a nyugatiakon, több mint valószínű, igen. Érted, <laughs> hogy ha a nyugat csinálja a nyugatiakon, több mint valószínű, igen. Amerika a saját népén a terrorista elhárítás címszóval kimkedik a legjobban, tehát még a szaros leveleidet is, amit postára feladsz, a legnőbb kémkedés közepette jut el hozzád, olyan szintű kamera megfigyelés van Kínában is természetesen. Szóval uh, igazából nem tudom, hogy <síns> mely, melyik a jobb, vagy melyik cég vásárolná fel a warframe hogy kitől kell jobban félni. Srácok, hogyha kitör a harmadik világháború, ne aggódjatok, nem fognak bombák bombák röpködni és, és gázok elsülni és nem, nem lesz, nem atomháború lesz és nem fog a világ megszűnni. Tudjátok miről fog szólni a harmadik világháború? Hekkelésről. Hekkelés lesz a harmadik világháború. Az az ország, aki a jobb hekkereket tudja bérelni arra, hogy tönkre a másik országnak az infrastruktúráját, az fogja megnyerni a háborút. Infrastruktúra alatt mit értek? Bankokat tönkretenni, kórházakról lekapcsolni a légző, Ezt minden interneten megy. Minden interneten megy. Az a hacker, aki képes a bankokat le lekapcsolni, képes kórházakat lekapcsolni, képes tőzsdét lekapcsolni, az az ország nyerni fog erről lesz majd a harmadik háború. továbbá célzott rakétatámadásokra. Célzottak alatt azt értem, hogy frankon célzottak. Tehát nem kell tízezreknek meghalnia, csak az egy fog meghalni. Értitek, amit mondok? Szóval, most az, hogy a harmadik háború inkább hekkerésről fog szólni, és infrastruktúra tönkreteiteléről, tekintve azt, hogy a kínai Ö, nagyobb internet szolgáltató cégek, továbbá digitális tartalommal szolgáltató cégek, mint például a TikTok, ugye ami világszerte elképesztő módon elterjedt, ott van a telefonodon mindenhol, tekintve, hogy mindenhova befolyást szereztek, így mondva kínélt, így aztán igen nagy esélyük van arra, hogy irányítsák mindezt az infrastruktúrát világméretűre. Értitek már, hogy miről fél a, mitől fél a nyugati világ a kínaiaktól? A kínaiak az elmúlt időben igen agresszív lépéseket tettek a csendes óceán, indiai óceán, Malajzia, ezeknek a területén, gyakorlatilag ugye mesterséges szigeteket hozva létre ezen a téren, katonai bázisokat hozva létre ezen a téren, és uralva azt a régiót, és gyakorlatilag akadályozva a kisebb sziget országoknak a gazdaságát. Ja, nem jut be hozzájuk gazdaság gyakorlatilag, mert Kína uralja azt a területet. Senki nem mer tenni ellene semmit. Amerika hangoztatja a hangját, de még ők se tettek semmiféle lépést. Kína erős lett, és egy ilyen hatalmas szörnyetegnek, mint amit a kínai gazdaság területre van szüksége. Ez a terület egészen ugye a... Um, Kisebb szigetekre, India és Mikronózia, Malajzia környékén történő szigetek, illetve csendes óceán részét már befoglalta, de nem áll meg ott, egészen Afrikáig és afrikai kapcsolatig nyúlik Kínának a hatalma, és ott is próbál beférkőzni az ottani gazdaságba. Természetesen ez Afrikának jót is jelenthet, meg rosszat is, de igazából felhúzzák a gazdaságot azért, hogy később kivásárolhassák mindazt, amit ott elérnek, szóval nagyon-nagyon durván egy ilyen, úgy képzeljétek el, mint egy polipot, és a csápjai mindenhol ott vannak, és rohadtul erősen kapaszkodnak mindenben. Az egyetlen állam, aki képes lenne ellenállni nekik, tulajdonképpen is a gazdasági hatalmuknak, az Amerika lenne. Úgyhogy ezért van az, hogy Trump kimeri mondani, hogy rossz fiúk, és megakadályozzák és próbálják bannolni a, követ, a különböző ugye, digitális tartalommal szolgáltató kínai cégeket. Srácok, ez van. Szóval gémer uh, gamer vagy, és magánszemély is vagy. El tudod dönteni, hogy a játékod, ami egy kínai cégtől jön, neked az tetszik-e vagy sem, el tudod dönteni, hogy téged érdekele a világpolitika és ami benne van, én azt mondom, hogy én szeretem a Warframe-et, meglátjuk, hogy hogy és miként fog a Tencent változtatni ezen a játékon, és hogyha a kreativitás, illetve a gazdasági modell a Digital Extreme irányításában lesz, és megfelelő pénzmennyiséget fog letenni a Tencent asztalára, úgy gondolom, hogy a Tencent nem igazán fog beleszólni a dolgokba. Ebből a szempontból. Hogy magán szeménként mit gondolsz Kínáról és a kínai cégekről ebből a szempontból, az már egy másik dolog. Én azt mondom, hogy elkerülhetetlen, hogy mindent tudjanak rólad. Mindegy, hogy nyugat vagy kelet, csak egy vagyunk a szénakazalban, és annak az egynek egy gomnyomása el tudják venni az életét, hogyha arról van szó. Mert mindenhol ott van a digitális új lenyomatunk. Tehát itt Angliában például egyszerűen ijesztő, hogy mennyire ott van nekem például a digitális új lenyomatom. Mindenhol. Tehát instant beírok. Múltkor akartam venni, mert dohányzom, akartam venni egy sima, egyszerű ilyen elektromos cigit. Na most az elektromos cigi, ez ugye természetesen regisztrálni kell a weboldalra, és öm, meg kell adni a születési dátumot, értem szerintem nem vehetsz csak úgy elektromos cigit sem, hogy nem vagy 18. És ugye hát ki a francot érdekel ember, csak egy szaros izé, elektromos cigit akarok venni, úgyhogy beírtam, teljes, az első random 18 pluszos évszámot, amit kihozott, tehát ilyen január 1-e 1900 blablabla, bla, bla, bla lényeg az, hogy elmondtam, 18 évesen rányomtam a regisztrációs gombra, és kihozta, hogy nem haver, ez nem a te élet, életkorod. Érted, amit mondok? És amint beírtam az igazi életkoromat, az illeti születési dátumot, azonnal jó volt. Ez csak, ez csak, egy sima weboldal volt, ahol így lehet uh, vásárolni és mindent el tudok intézni online itt Angliában, mert a digitális új lenyomatomnak hála, egy ilyen központi adatbázisnak hála, bárki bárhol megtalálhat és hitelesíthetem magam, hogy ez én vagyok, vagy az adott cég hitelesíthet engem, hogy ja, ez én vagyok. Szóval, gyerekek, <laughs> itt, itt, már közembernek beleszólása nem igazából semmiben. Gamerként én azt tudom javasolni, hogy élvezd uh, a játékot, találj minél minőségibb játékokat, amelyek téged lekötnek, és, és él, élvezd ki azt, hogy, hogy vannak, uh, élvezd a játékot, és ne azt nézd, hogy honnan jön ez a játék, hanem azt nézd, hogy mit tud neked nyújtani, ami pedig az agresszív mikrotranszakciókat illeti, hát egyszer az életbe fog már vissza magad csak ezt tudom mondani. És nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Remélem, egy kis hasznos infóval, tudnivalóval tudtam szolgálni nektek. Um, ja, dobja lájkot, ha így volt, iratkozz föl, csengőjelecskére nomják kap értesítést a videókról, csatlakozz a Discord szerverünkhöz, linkek, minden linkek a videó leírásában. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Erként én azt